Egy percig sem gondolkodott, azonnal igent mondott Süli János miniszter felkérésére Becskeházi Attila, aki az úgynevezett kerítésen kívüli feladatokért felel államtitkárként a Paks 2 beruházás kapcsán. Tevékenysége három nagy témakört ölel fel. A lokalizációs területként nevesített feladatkör lényege, hogy minél több magyar alvállalkozót vonjanak be a fejlesztésbe, segítsék a felkészüléseket. Minél több magyar alvállalkozót szeretnénk bevonni a fejlesztésbe. Az államközi egyezmény megállapodása alapján 40%-os magyar beszállítói háttér kapcsolódására van lehetőség. Erre azonban föl kell készülni, hiszen ez egy 12,5 milliárd eurós beruházás, és a magyar beszállítók az utóbbi években nem igen vettek részt olyan típusú fejlesztésekben, mint egy nukleáris erőműnek a felépítése. Tehát szeretnénk fölkészíteni a magyar beszállítókat erre, szeretnénk a magyar munkavállalókat is fölkészíteni, hiszen speciális tudásra, minősítésre van szükség ahhoz, hogy a magyar munkavállalók részt tudjanak venni a beruházásban. A második nagy terület a térségfejlesztés, infrastruktúra kiépítése, lakhatás, ellátás megszervezése. Ahogy az államtitkár fogalmazott, legsürgetőbb a közlekedés infrastruktúra fejlesztése. Ennek a beruházás kezdetéig meg kell valósulnia. Most úgy látjuk, hogy talán a legfontosabb projekt a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, amely kapcsolódik a beruházás területéhez, helyszínéhez, hiszen ott nagy mennyiségű anyag fog ki- és beáramlani a fejlesztés során, és ehhez a meglévő közlekedési infrastruktúrát kicsit át kell alakítani. Ugye az elkerülő útnak a megépítése, a megyei korábban már tervezett útfelújítások, ezek el fognak készülni a beruházás kezdetéig. A híd, ugye Fogtő, vagy mondjuk úgy, hogy Kalocsa és Gerjen között, ez is el fog készülni a beruházásig. Illetve a túloldalán, a Dunának, azok az utak, amelyek az ott lévő településeket, amelyek közvetlenül a Duna mellett fekszenek, és összekötik ezeket a településeket, ezeknek a fejlesztését is tervbe vettük. A hatos útnak az elkerülő útja tulajdonképpen, vagy a Paksi elkerülő út megépítése, ez egy konkrét feladat. A Paks-Németkér közötti útszakasznak a felújítása, a Paks-Nagydorog és a Paks-Madocsa és Bölcske közötti útszakasznak a felújítása, ez benne van abban a csomagban, ami megvalósításra kerül a következő két évben. Kulcskérdés a lakhatás is, mert ha az ideérkező több ezer munkavállalót nem sikerül elhelyezni, az késleltetheti a projektet, folytatta Becskeházi Attila. Az ellátás és az elhelyezés rendkívül fontos projekt. Ha az ideérkező több ezer munkavállalót nem sikerül elhelyezni, akkor a projekt késni fog, és ez végső soron többletköltsége jár, ami majd pedig a megtermelt villamosáram díjában vagy árában is meg fog jelenni. Most úgy látjuk, hogy a csúcsidőszakban körülbelül 7,5-8 ezer munkavállaló fog megjelenni ezen a beruházáson. Ezeknek az elhelyezése, ellátása rendkívüli feladat. A lakhatás megszervezése, itt új lakásokat kell építeni, azt hiszem több ezret, ebben, és ennek ugye egy részét Pakson kell felépíteni, hiszen a beruházás helyszínéhez való távolság is meghatározó akkor, amikor a munkavállalót a munkába kell szállítani, vagy haza kell szállítani. Élelmezni kell, egészségügyi szolgáltatást, kulturális szolgáltatást kell nyújtani számukra. Az orosz partnernek az a tapasztalata hasonló beruházásokkal kapcsolatosan, hogy egy munkavállaló körülbelül 7, mondjuk úgy, hogy emberkapacitást köt le. Ezt ha kicsit
megpróbáljuk értelmezni, azt jelenti, hogy a mai 20 000-es körüli Paks város helyett egy olyan mondjuk másfélszor akkora várost kell majd ellátni különböző szolgáltatásokkal. Megoldandó feladat a nyelvi probléma is, mely már most jelentkezik. Ugye az ideérkező 7 500-8 000 munkavállalónak egy javarésze nem fog magyarul beszélni. Körülbelül 3500 orosz szakember érkezik ide, és feltehetően még más nemzetből is, vagy más nemzetből is érkeznek ide munkavállalók. Tehát ezt a nyelvi problémát is meg kell oldani. Már ma is jelentkeznek ezzel kapcsolatosan feladatok. Most egyelőre az orosz partnernek a vezető munkatársai vannak jelen a városban, de már most is bizonyos fokú nehézséget okoz nekik mondjuk egy orvosi ellátás, hiszen a saját nyelvükön nem tudnak igazán konzultálni helyi orvosokkal és gyógyszerészekkel sem. A harmadik nagy terület, melyért az államtitkárság felel, az oktatás-képzés megszervezése. Becskeházi Attila szerint az orosz partner már most igényelne évente 25-30 olyan mérnököt, akiket saját létesítményeiben gyakornokként foglalkoztatna, hogy részt vehessenek a beruházás előkészítésében. Az oktatás-képzésben a felsőoktatás és a de talán kiemelt módon a középszintű és középfokú oktatás kap jelentős hangsúlyt. Több száz mérnökre, nukleáris mérnökre, villamos mérnökre, gépész mérnökre lesz itt szükség az üzemeltetés során. Ezeknek a szakembereknek lassan már az iskolapadokban kell ülni, illetve lassan már végezniük is kell, hiszen gyakorlat nélkül nem végezhetnek munkát majd az atomerőműben. A középszintű oktatás, amelyiknek nagy hagyománya van Pakson, ezt szeretnénk fölfejleszteni, hiszen szintén több száz közel 1000-es nagyságrendű középszintű munkavállalóra, szakértőre, szakemberre van szükség az atomerőmű üzemeltetéssel kapcsolatosan. Ez a munka már idén ősszel megkezdődik a kamarák, vállalkozói érdekképviseleti szervek, egyéb szövetségek, egyetemek bevonásával. Szeretnénk bevonni az érintett kamarákat, ebben érdekképviseleti szerveket, vállalkozói érdekképviseleti szerveket, vállalkozói szövetségeket is, illetve egyetemeket. Ebben a felkészítésben egy olyan képzési programot fogunk kialakítani, amely minden olyan vállalkozó számára és munkavállaló számára elérhető lesz, aki szeretne ehhez a projekthez kapcsolódni, vagy ilyen típusú tudása, hozzáértése, gyakorlata van. Ahogy az államtitkártól megtudtuk, a felsőfokú képzést szeretnék újra elhozni Paksra is, a középfokú oktatás terén pedig egyértelműen az itteni nagyon jó hagyományokra építenek. Most a Budapesti Műszaki Egyetemmel vannak tárgyalásaink arról, hogy a szükséges felsőfokú végzettség vagy képzettséggel rendelkező mérnököknek a gyakorlatát hogyan lehet megszervezni a már működő Paks 1-hez kapcsolódóan. Terveink szerint a felsőfokú képzést, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetemre alapozunk elsősorban, azt valamilyen formában szeretnénk de újra elhozni Paksra is, hiszen itt kiváló infrastruktúra áll rendelkezésre a képzést illetően. Azonban a középfokú képzésben számítunk inkább azokra a hagyományokra, azokra a jó hagyományokra, amelyek itt most Pakson már működnek. A magyar vállalkozók beruházáshoz kapcsolódását is az államtitkárság segíti. Most rakjuk össze ezt a koordinációs mechanizmust, hogy kapcsolódhat egy magyar vállalkozó a beruházáshoz. Az államtitkárságnak egy csoportja az ipari parkban dolgozik,
a dr. Szuhár Sándor vezetése alatt, őt közvetlenül lehet keresni ezekben az ügyekben. Másrészt ugye az orosz partnert kötelezi az államközi egyezmény arra, hogy 55%-ban nyílt európai közbeszerzésen válassza ki a magyar alvállalkozókat, de erre fel kell készülni. Ez rendkívül nagy feladat. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy az évszázad beruházása, fogalmazott Becskeházi Attila, hozzátette, a munka elején tartanak. Óriási feladatok ezek. Azt hiszem pontosan fogalmazok, azt mondom, hogy az évszázad magyar beruházása. Azt szeretnénk, hogy a beruházás terheit elviselő Paks és Paksváros környezete, vagy környéke, térsége, én ezt funkcionális kistérségnek szoktam nevezni, amelyik érintve lesz a beruházás által, ez azért a későbbiekben az itt élőknek az életminőségét javítsa, és a versenyképességét is erősítse. Tehát minél több helyi, térségi, környéki vállalkozó vehessen részt ebben a fejlesztésben, amely nem elsősorban, vagy nem csak ugye az atomerőmű közvetlen megépítéséről szól, hanem erről az ellátás logisztikáról, amikor az élelmiszertől kezdve ugye a lakhatásig meg kell oldani, vagy ki kell elégíteni az itt élő, ide érkező munkaerők szükségleteit. Ebben is helyi térségi vállalkozókra számítunk elsősorban. És szeretnénk minél több Paksvárost érintő és a térséget érintő innovatív projektet is végrehajtani. Gondolok itt például az elektromos járművek használatára, az elektromos tömegközlekedés használatára. Itt több ezer embert kell naponta mozgatni a munkahelyére és onnan a lakhelyére. Ez, ha nem ilyen módon közelítjük meg, akkor csak növeli a városra eső terheket. És azt hiszem, hogy megújuló energiát is fogunk használni az egyes lakhelyek, vagy az egyes telephelyek, vállalkozói telephelyek kialakítása során. Nagyon jelentős projekt, nagyon komoly feladatok várnak a projekt végrehajtóira. Nagyon nagy lehetőséget jelent az itt élő vállalkozók számára a projekthez való kapcsolódás. És reményeink és terveink szerint nagy mértékben javul az itt élők gazdasági helyzete a beruházással kapcsolatosan. Az ütem és a finanszírozási tervek az elmúlt 10 évben született előkészítő anyagok frissítése, pontosítása után készülnek el. Nagyon sok jó előkészítő anyag született az elmúlt közel 10 évben, amely ezt a beruházást mondjuk úgy, hogy értékelte még az államközi egyezmény megszületése előtt. Ezekben a hatástanulmányokban, vagy előzetes hatástanulmányokban látszik az, hogy milyen feladatokat kell végrehajtani a kerítésen kívül. Ezek hogy kapcsolódnak a központi beruházáshoz, és hogy hogyan lehet ezt ütemezni? Erre is készültek javaslatok, most ezeket frissítjük, pontosítjuk, illetve úgy gondoltuk, hogy elindítjuk újra azt a projekt generálási feladatot, amelynek nyomár már közel 100 projekt összegyűlt az elmúlt években. Tehát nem csak egyszerűen frissítjük, hanem bele szeretnénk vinni ezeket az innovációs szempontokat is. Úgy látjuk, hogy hamarosan össze fog állni egy olyan dokumentum, amely érinti ezt a ugye Paksvárosát és azt a 40-41 települést, amely mondjuk a résztvevője a legszélesebb vagy legtágabb körben vagy érintetje ennek a beruházásnak, és úgy gondoljuk, hogy amikor elkészül
ez a dokumentum, azt követően lehet egy feladattervet, munkatervet, ütemtervet és finanszírozási tervet is összeállítani. A kerítésen kívüli feladatok megvalósítására is rendelkezésre állnak a szükséges források, vázolta az államtitkár. Kerítésen kívüli beruházásokhoz is megkapjuk a kormány segítségét, támogatását és a kormányzati forrásokat. Rendelkezésre állnak még Európai Uniós támogatások, ezeket is most egyeztetjük a különböző irányító hatóságokkal, mind a közlekedésfejlesztésre, mind egyéb fejlesztésekre vonatkozóan. Becskeházi Attila 10 éve tanácsadóként vesz részt az atomerőművel kapcsolatos feladatokban. Ez adott alapot a felkéréshez és a vállaláshoz, illetve az, hogy különböző egyetemeken tanított. Az utóbbi 10-15 évben projektmenedzsmentet, kutatásokban vett részt, vállalkozás és területfejlesztéssel foglalkozott, nem csak itthon, külföldön is. Legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemen az innovációs ügyeket, tudásvagyon hasznosítást vezette, ahol olyan innovációs projektekkel foglalkoztak, amelyek nagy hozzáadott értékkel bírnak, piacra vihetők, nemzetközileg is értékesíthetők. Engem külföldön érte a kinevezés, és egy péntek hajnalban érkeztem haza repülővel, de 2 óra múlva már itt voltam Pakson. Mert hogy nagyon fontos az, hogy az itt élők minél könnyebben tudják majd végül is átvészelni, vagy kezelni ezt a helyzetet, ami a beruházással jár. A kerítésen kívüli feladatok megvalósításával élhető, virágzó, az itt élő emberek számára vonzó település és térség kialakítását kívánja segíteni az államtitkárság. Ahogy Becskeházi Attila elmondta, dolgoznak azon, hogy minden itt lakó élvezze annak előnyeit, amit ez a beruházás hoz.